Üdvözlök, üsültem mindenkit! Ittem fog látni egy pár bárányt, meg egy pásztort, mint régebben voltak ittem ilyen kommunista pártoknak üdülőhelyük. Számtalan roncs épületet fogunk majd látni, ha minden jó fog lenni. Az látszik még, hogy nagyon rossz az út. Nem fogom hajtani a biciklit, hanem egész végig tolni fogom. Megszavarnak a kutyái. Négy darab magyar puli kutyája van neki. Elsőként azt lehet észrevenni, hogy szép sorába be vannak ültetve a fák, legyen árnyék. Itten sikerült jó itten sétálni. Nincs napsüt rám a napse. Kutya várán nyomok vannak. Legjobb ötlet kerékpárra bejönni. De jobban erősödnek a kutyanyomok. Látszanak meg, hogy hol voltak a falak. Erre itt is voltak kis sátorféleségek lehettek. Ki vannak építve.
Végül, épp lecsoncsok ráfotvak. Víztartály, vízkút. De van, gyógynövényekkel. Karántna. Karán lett belőle átalakítva. Itt is nagy épület állhatott. Ott vannak a roncsok. Mindenfelé. Itt egy egész nagy épület sor állhatott. Na még benne egy kulancsos. Így lerajzolódik az épületek, milyen hosszan állt, milyen szépen simul a paré egymáshoz. Lehet állapítani, van egy kicsike kút a bárányoknak lett itatfásra csinálva. Úgy néz ki, hogy a vén pásztor meghalt. Tavaly még találkoztam vele, rám támadtak a kutyáik, most már nincsen sehol se, mert úgy néz ki, hogy a terület nincs sose legeltetve. Itt van ez a rész, amit láttatok. Itt az egész rész egy épület sor van, mert ott a közepén látszanak a roncsok, teljesen fel lett szedve. Másik felén is az lehetett. És az voltak épületek, itt meg sátrak lehettek, azért olyan sok fa egymás mellé ültetve, itt ki sütögethettek, főzvécskezhettek, hogy árnyékba legyenek. Megbukott a kommunista rendszer a 90-es években, vagy a 80-asabban. Úgy. És egyszerűen mind-mind, ami volt régebben, le lett romboltva. Itten csak a parék, meg a roncsok jelzik, hogy hol álltak régebben az épületet. Röviden, ennyi lett volna. Ez itt a kommunista korszakból megmaradt fasorok. Jó, hűvösek vannak. Hűvest adnak. És most már nincsen több. Minden lett építve. Egy rosszak az utak. Próbálom hajtni a biciklit. Még egyszer, egy utolsó bejáratánál. Az egyik felén volt a fák, ahol pihentek, a másik felem volt épületekkel, ami már semmi sem látszódik. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szavaztok!